Aspetta, che altro c'è. Vale. Rupe. Esso, Rupe. Ha nem lenne neve a tornának, akkor is jó lenne, bizonyos célt elérne, de tudjuk, hogy a gyerekek milyenek, kamaszfiúk, fantázia, kellenek a példaképek, és ezért aztán, ha van egy ilyen példakép, mint Jenő bácsi, az aranycsapat emblematikus tagja, ezért szerintem ez sokkal inkább mozgósító erejű. És szívesebben jönnek a gyerekek, és föl vannak dobódva szerintem, ezt látom. Még így is, ahogy ugye az egész a bombariadó miatt át lett szervezve, én a kis köszöntőmbe azt mondtam nekik, a fő gondolat az volt, Jenő bácsi méltatása mellett, emberi és futballista erényeinek a megemlítése mellett, hogy a jó futballistának az az erénye, szerintem, ami a beregi embernek is, hogy a jéghátán is megél, és minden körülmények között föltalálja magát, ezt azt hiszem nem lehet elvenni a beregi emberektől, és mondtam nekik, hogy ugye most van ez az esemény, ott abba kellett hagyni, de át kellett jönni, új helyszín, új körülmények, de ezt kell alkalmazkodni, és mindenkinek a saját posztján, a csapat érdekében meg kell vívni a maga csatáját, és szerintem ez ennek most, ennek a tornának így a legnagyobb értéke. Én mindig biztos voltam abban, és meggyőződésem, hogy nagy potenciál a kárpátalja labdarúgásban van, csak az a probléma, hogy a fiatal tehetségek, nincs meg lehetőségek itt, nincsen se akadémia, nincsenek olyan feltételek, amilyen külföldön vannak, és azért sokan mennek ki Magyarországra, vagy más országokba. Most annak köszönhető, hogy a magyar kormány most nyitja meg a Kárpátalján az akadémiát, Ungváron is, és Dercenben is lesz. Gondolom, hogy ez nagy lökést fog adni, és ez nagyon jó lesz a kárpátai fiataloknak, akiknek van lesz lehetőség itt helybe a szülők előtt focizni, edzés menni, mert tudom, hogy sokan torpára viszik a kisgyerekeket, 9 éves, 10 éveseket. Én ennek ellenzem ezeket, mert ilyen kicsi gyerekeket szülők nélkül, és van, aki a nyelvet se nem tudja, ez nagyon nehéz. Úgyhogy nagyon bízok benne, és remélem, hogy ez az akadémia, ami először van Kárpátalján megnyílik, ez sok utat fog adni a fiatal játékosoknak, és gondolom ugyanúgy azok a játékosok, akik 10-15-20 évvel ezelőtt sokan voltak a szovjet válogatott, most az ukrán válogatottokba, vagy a kluboknak, vagy a magyar csapatoknak fognak sok tehetségeket adni. Én is a szabadidőmet ugye erre áldozom, hogy ezeket a hagyományokat folytassam, és ugye nekünk a családnak ugye én is Buzánszky Jenő vagyok, az én fiam is Buzánszky Jenő, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy még tovább fog menni majd ez a tradíció, és mire az én fiam is belenő ebbe, addigra szintén ugyanilyen erővel fog bírni ez a név, illetve az aranycsapatnak a hívó szava. Buzánszky Jenő bácsi az aranycsapat tagjának kérésére kezdeményeztem az aranycsapat emlékévet. 2017-ben a kormány nevében Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hirdette meg az ünnepség sorozatot, és jelképű értékű, hogy a 200. esemény ez a Buzánszky kupa itt Beregszászon, Kárpátalján, ahol a fiatalok emlékeznek az aranycsapat tagjaira és az akkori sikerekre.
A közelmúltban volt a Felvidéken egy aranycsapat emlékév kupa, ahol kárpátai csapatok is szerepeltek, és most szombaton a Párciumban erdélyi, Párcium és anyaországi csapatok részvételével ugyancsak az emlékévnek szentelnek egy kupát. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész Kárpát-medence magyarságát megmozgatta ez a meghirdetett emlékév, és nagyszerű dolog az, hogy a fiatalok itt is ezekre a legendákra, a leghíresebb magyarokra, hiszen a világban leginkább minket az aranycsapat által ismernek.